Lezártunk egy évet. Egy olyan évet, amely akaratunkon kívül merőben alakította át az életünket. Gyakorlatilag minden csődöt mondott, de legfőképpen a globális kapitalizmus. Mert kiderült, hogy a bajban a tőke nem ad munkát, ám hazug módon az emberek munkájából akar túlélni. Eközben a magyar kormány cserben hagyta a magyar embereket. A lezárás viszont mindig magával hozza valaminek a kezdetét is. Így kapunk esélyt, hogy észhez térjünk. Kicsit több mint egy év múlva 2022-ben dönthetünk. Továbbra is a gazdagok elszegényedő szolgái akarunk maradni, vagy igent mondunk a dolgozó emberek saját lábra állítására. A kérdés az, milyen jövőt akarunk. Amilyet a gazdagok szánnak nekünk, vagy olyat, ahol mindenkinek jut rendes ennivaló, fedél, oktatás és egészség. Az én pártom igent mond a magyar sorsközösségen belüli szolidaritásra és a mindenkit megillető jóllétre. Pár napon belül be is mutatjuk az erre vonatkozó elképzeléseinket, amelytán sokakat meglep majd, de hisszük, hogy ez a megoldás. Minden jó érzésű és józan tudatú embert arra hívunk, hogy együtt fogalmazzuk meg közös vágyainkat, és együtt készüljünk arra a megmérettetésre, ami hamarosan sorsfordító lehet. Jó és eredményes munkát kívánok hát mindannyiunknak, boldog új évet!